Az izraeli hadsereg nyilvánosságra hozta a tegnapi Rafahi túlszabadító akcióról készült felvételeit. A kommandósok két idősebb férfit szabadítottak ki, akik 128 napot raboskodtak a gázai övezetben. Kimenekítésüket bombázás kísérte, amelyben sokan meghaltak. Közben Izrael északi libanoni határvidékén 6 rakéta csapódott be. A fekete-fehér képsorokon Izrael állítása szerint a hadseregük hétfői túlszabadító akciója látható. Robbanások sorozata után a felvételeken az is látszik, ahogy a kommandósok két embert kísérnek a katonai járművekhez. A két idősebb férfit egy páncélozott csapat szállítóba ültették. Arról faggatták őket, hogy érzik magukat, kérnek-e vizet és takarót. Ezután azt is elmondták nekik, hogyan szállítják őket Izraelbe. Én vezetem a csoportot, és gyorsan kell cselekednünk, mert a helikopternek azonnal fel kell szállnia. Rendben, a kórházba mennek, közölte velük az egyik kommandós. A kiszabadított férfiak a Tel Aviv melletti Shiba kórházban találkoztak rokonaikkal. Tavaly október 7-én rabolták el őket a Hamász fegyveresei egy dél-izraeli kibucból. 128 napot töltöttek fogságban. Az izraeli hadsereg úgy tudja, további 134 túszt tart még fogva a Hamász. Izrael túszmentő akcióját nagyszabású légitámadás kísérte Rafahban. Hajnali 2 órakor a távolban 6-7 rakéta robbanását hallottuk. Negyed óra múlva azonban a föld úgy megremegett alattunk, hogy azt hittem, a rakéta közvetlenül nálunk robbant. A szomszéd család mind a 6 tagja meghalt, egy idős házas pár, egy fiatal férfi és 3 gyermeke. Számolt be a támadásról egy idős férfi. A gázai övezet egészségügyi minisztériumának közlése szerint több mint 100-an meghaltak, és több 100-an megsebesültek. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a vezérkari főnök is utalt arra, hogy Rafah ostromára készül az izraeli hadsereg. Ez lehet a gázai háború legvéresebb felvonása, mivel a városban és annak közvetlen környékén 1,5 millió ember zsúfolódott össze. A palesztinok az izraeli hadsereg utasítására ide menekültek az övezet északi és középső részéről. Joe Biden amerikai elnök a második Abdallah Jordán királlyal folytatott tárgyalása után óvaintette Izraelt az offenzívától. A konfliktusban már több mint 27 ezer palesztin halt meg, és túl sok közöttük az ártatlan civil és gyerek, közölte az amerikai elnök, aki pár napja telefonon is megosztotta aggályait Benjamin Netanyahuval a tervezett Rafahi offenzívával kapcsolatban. A német külügyminiszter is önmérsékletre szólította fel az izraeli vezetést, a török elnök pedig úgy fogalmazott, a lehető leghamarabb véget kell vetni a gázai mészárlásnak, mielőtt a térséget sokkal nagyobb veszélyek fenyegetnék. A háború tovább terjedésétől tart Franciaország is. Párizs azt javasolja, hogy mindenki vonuljon vissza 10 kilométerre a határtól. A javaslatot Izrael és Libanon kormánya, valamint a libanoni síita Hezbollah vezetői is megkapták. A felhívás akkor érkezett, amikor a Hezbollah csapást mért az észak-izraeli Kiryat Szmonára. Egy 15 éves fiú és egy 47 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett, helikopterrel szállították őket a haifai kórházba. Közben Rafahban, nem messze a sátortábortól, délután újabb robbanások hallatszottak.